Az Eötvöstéri Városalapítók szobránál kezdődött pénteken az az ünnepség, amellyel Cegléd várossá válása 658. évfordulójára emlékeztek. Itt a Református Általános Iskola diákjai mutatták be ünnepi műsorukat, melyben a város történetének fontos pillanatai mellett versek és persze az elmaradhatatlan Kossuth nóta is helyet kapott. Kossuth Lajos, majd koszorúval emlékezett Cegléd város önkormányzata, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület, a Fidesz Ceglédi Szervezete, a Ceglédi Tankerület és a Táncsics Mihály Általános Iskola, a Református Egyház és a Református Általános Iskola és Óvoda, valamint a Török János Iskola. Majd az ünnepség a Városháza udvarán a Panteonban folytatódott. Itt avatták fel ugyanis Tóth István fotóművész emléktábláját. Avató beszédében dr. Csáky András polgármester elsőként Wilhelm Flusser a Fotográfia filozófiája című értekezéséből idézett, mely szerint az emberi kultúrában a technikai kép feltalálása az egyik legjelentősebb fordulópont volt. Megváltoztatta a valósághoz való viszonyukat. Ma szinte mindenkinek van fényképezőgépe, és használja azt. Úgy, mint ahogy szinte mindenki megtanult írni, olvasni és szövegeket létrehozni. Aki írni tud, olvasni is tud. De aki el tudja sütni egy fényképező kép kioldó gombját, az nem feltétlenül képes rá, hogy a fotókat megfejtse. A történelem során a szövegek magyarázzák a képeket, jelenünkben a fotók illusztrálják a szöveget. Tóth István világhírű mestere volt ennek az illusztrációnak. Az Alföld szülöttje volt. Cegléd és vidéke volt a táptalaj, ami erőt adott ahhoz, hogy munkásságát felemelje a világszínvonalra. Vallotta egyszer egy interjúban, folytatta a polgármester. Pista bácsi a klasszikus fotográfia egyik utolsó mestere volt. Rendkívüli szakmai tudás, kompozíciós érzék teszi összetéveszthetetlenné a képeit. Az egyik leghíresebb és legismertebb képe a Nehéz út volt, mely mint egy életének összegzéseként is értékelhető. Képzőművészekről, írókról készült fotói is emlékezetesek. 52 országban több mint 2200 kiállítása volt, bemutatott műveiért 328 díjjal jutalmazták. 1980-ban New Yorkban az évszázad kiváló fotóművésze címet is megkapta. Alapító tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének, Pest megye és Cegléd is díszpolgárává választotta. A Balázs Béla díjas érdemes művész a Magyar Köztársaság érdemkeresztjével is kitüntetett, és számos nemzetközi fotográfiai társaság tiszteletbeli tagjává választott Tóth István emléktábláját dr. Csáky András polgármester és Kocsis István a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke leplezte le. De a Panteon minden emléktáblájára virágok kerültek, hozzátartozók, leszármazottak, tisztelőik emlékeztek. Nagy László Lázárra, Zalai Károlyra, Toldi Ferencre, Bobori Károlyra, Kossuth Ferencre, Ungvári Lászlóra, Sárkány Józsefre, Zsengellér Gyulára, Patkós Irmára, Dobos János mérnökre, Kallós Elekre, dr. Nyújtó Ferencre, Dobos János református lelkészre, Földvári Károlyra, Márkus Jánosra, dr. Kómár Gyulára, Hídvégi Lajosra, Gál Józsefre, a gimnázium tanáraira, Nánási Szabó Károlyra és persze Gubodi Ferencre. De az emlékezés virágai kerültek a Városháza homlokzatán lévő Nagy Lajos királynak emléket állító táblára is.